Az utolsó simítások maradtak a rendkívül szép elhelyezkedésű Nemes Militicsi Kálvária kápolna felújításán. A Németországban élő Mátyus András, a falu szülötte, a visegrádi Szentgyörgy lovagrend nyugat-európai nagypriorja 3 évvel ezelőtt kezdeményezte a módszázad elején épült szakrális létesítmény renoválását. A lovagrend frankfurti nagypriorátusa azóta folyamatosan támogatta a munkálatokat. A teljes felújítás hozzávetőlegesen 30 ezer euróba került. Meg szerettem őrizni azt, amit őseink nekünk ugye ajándékoztak. És mivel hogy az itt élő népnek sajnos ugye lehetősége nincs, akkor úgy határoztunk, megpróbáljuk külföldi, szóval külföldi élőkkel, vagy nekem hál' Istennek, ugye hogy bent vagyok a Szentgyörgy lovagrendben, és a rendnek a segítségével megpróbáltuk, illetve megpróbáljuk, és be is fogjuk fejezni, hogy a jövőkornak is megmaradjon ez a csodálatos, ritka építmény. A dombra épült kápolna alaksorában a nemes előtagú falu köztiszteletben álló polgárai temetkeztek, míg a felső kilátóról derült időben a Harsányi hegyekig is ellátni. A hívek és a felújítást támogatók július 27-én, a település napján délelőtt 10 órakor ünnepi szentmisén adnak hálát azért, hogy ez a csodás építmény ismét régi fényében tündököl.